30 év szabadság, civil aktivisták és a romániai magyar kisebbség címmel szervezett kerekasztal beszélgetést a Bukaresti Balassi Intézetben Magyarország Bukaresti Nagykövetsége. A résztvevők megvizsgálták a magyar kisebbség és a többség viszonyának alakulását a kommunizmus bukása óta. Magyarország Bukaresti Nagykövetségének plusz feladata, hogy a Romániában élő jelentős lélekszámú magyar kisebbség kérdéskörével is foglalkozzon. Ezt mondja Zákonyi Botond nagykövet. Szerinte a magyar kisebbség romániai helyzete a 90-es évek végétől kezdődően javult. A legnagyobb eredmények a NATO és az uniós csatlakozás előtt születtek. Azóta azonban megtorpant a folyamat. Ugyanakkor Magyarország viszonyulása is sokat változott az elmúlt 3 évtizedben. Nagyon érdekes ez, hogy ha csak megnézzük, hogy hogyan változott a magyar gondolkodásmód a státusztörvénytől, vagy a kettős állampolgárságon át a mostani erdélyi gazdaságfejlesztési projektekig, akkor lehet látni, hogy azért ez egy széles mező, ahol hát változnak az aktualitások és változnak a prioritások is, hogy az anyaország Magyarország éppen mit talál legfontosabbnak. Az RMDSZ volt elnöke Markó Béla arról a folyamatról beszélt, amely az RMDSZ döntéshozatalát meghatározta. Azt mondja, a legfontosabb döntésük az volt, hogy a párbeszéd útját választották. Szerinte továbbra is ez lehet a követendő út, noha az utóbbi években romlott a kisebbségi jogok helyzete Romániában. Néhány éve leállt a megoldási folyamat, néhány éve a meglévő alkotmányos és törvényes rendelkezéseket sem alkalmazzák teljes egészében, illetve állandóan tapasztaljuk a már meglévő jogoknak a visszaszorítási kísérletét, de ez nem jelenti azt, hogy ez az út ez rossz volt. Az Active Watch emberjogi szervezet aktivistája, a magyar kisebbségi jogok szakértője Adrián Szelmenci úgy fogalmazott, aggasztja a jelenlegi tendencia. Az Európa Tanács erre vonatkozó jelentésének tartalmát hozta fel példaként, amelyet a román külügy zsigerből utasított el. A külügyminisztérium erre a diplomáciát nélkülözően válaszolt. Gyakorlatilag letagadta mindazokat a gondokat, amelyeket az Európa Tanács szakértői felsoroltak, és szokatlanul brutálisan reagálva azt állította, hogy azzal, hogy az Európa Tanács kritikus Romániával szemben, veszélyezteti a többség és kisebbség közötti békés együttélést. Az aktivista aggasztónak nevezte, hogy a román pártok nem nyitnak a magyar kisebbség irányába, emögött pedig nem a közöny húzódik meg, hanem a társadalmilag motivált ellenségesség a magyar közösséggel szemben.